szlovákiai magyarok kerekasztal a koordinációs bizottságának júliusi ülésén terítékre kerültek azok az ellentmondásos fejlemények, melyek az utóbbi napokban megrázták a szlovákiai magyar közéletet. Ezek közé tartozik a kisebbségi kormánybiztos választásával kapcsolatos helyzet, mely néhány személyi változást hívott életre a kormányhivatalban, illetve magával vonta az Ifjú Szívek igazgatójának leváltását is. A kerekasztal koordinációs bizottságának tagjai között konszenzus volt abban a tekintetben, hogy nem megengedhető az, hogy a kisebbségi kulturális intézmények belső működésében szakmaiatlan módon beavatkozzanak, és az érintett kisebbségek megkérdezése nélkül döntsenek a személyi és intézményi változásokról. Döntés született arról is, hogy találkozót kérünk Robert Fico kormányfőtől, abban a tekintetben, hogy egyeztessünk a kormányhivatalban kialakuló forgatókönyvekről, különös tekintettel a kisebbségi kulturális támogatásokról, az új kormánybiztos személyéről, illetve a kisebbségi tanács működéséről. Ezt követően végigtekintettük az egyes szakmai bizottságok munkáját. A jogsegélyszolgálat hamarosan befejezi a kisebbségi kulturális támogatásokról szóló törvénytervezet elkészítését. A törvénytervezet alapelve, hogy a pályázó kisebbségi szervezetek az adott kisebbség létszámával arányosan részesüljenek támogatásban, illetve hogy maga a döntéshozatal is átlátható, korrekt és transzparens módon történjen.